mustármaggal fogunk kezdeni, mert a mustármagnak kell pattogni. És utána többi. Vízzel szoktam nézni, hogy amikor pattog a víz, akkor forró az olaj. A mustármagnak forró olajat kell. Jó? Hát ez egy 1 literes befőtből így elfőtt kis harika. Hát én sok fűszert rakom. Még egy kicsit. Ez a mustárma, ez fekete. Igen, fekete mustárma. Jó, és akkor mindjárt fog pattogni. És a kész. És már most fogok rakni ezt. Utána ezt. Gyorsan paprikát, gyömbért. Mindjárt. Akkor ez zöld, az mehet? Csak a piros nem, ugye? Mehet. Aha. Jó. Most rakjunk most már. És olajat megrakok. Mehet rá. És akkor most jön a kurkuma. Tudom, hogy a forrfűszerek azok nem szabad. Nagyon óvatosan kell, mert ezek gyorsan mennek. A darabos az nem. Koriander nem kell bele. Koriander majd. Jó, ebben. Mennyit látjuk, hogy mennyit tudod? És akkor így megtérítünk a kurkumát is. Ez a barátság, mit tanált? Ez a gyöngyel? A gyöngyel, meg a levél, köri levél. Köri levél. Hogyha keversz, akkor nem probléma. Ja. Mert ne kell sülnie. Ja. Most ez a lényeg, hogy ez sül. Igen, most kicsit sül így. Jó, akkor most mehet a piros paprika. Akkor van íz, hogyha van. Hogyha van fűszer, akkor... Ja, igen, egy kicsit, hogy piruljon meg. Hát egy kicsit, jó. Ja, és akkor látjátok, most már alig van, hova ez így szépen egy felszívja. Oké, ez most így erősre kell raknunk. Jó, hogy menjen. Fűszereket emeget raktunk, jó. Kicsit itt egy pár percet ez így csináljuk. Utána majd rakjunk krumplit meg a répát. De kisebbre is vágtunk a répát, hogy gyorsabban megtöljön, de akkor mondjuk most 5 perccel hamarabb rakunk a répát. Most rakunk, szerintem már van 5 perc, nem? De úgy szokta, úgy lehet, többféle főzés van, amikor szétfőznek mindent. Igen, ez az se jó. Én szeretem, hogy egyben legyen, és pici ropogós, az nem baj. És csináljunk lukot neki, kicsit kirúljon. Utána rakjunk krumplit. Kikaparunk.
Több recept is van, másféle kiszerezéseket. Én ezt a receptet legjobban szeretem, mustármellyusat. Na most látom, hogy a kurkummal még belefér egy kicsit, legyen egy kicsit szebb, sárgán. Aha, egy kicsit rárakjuk, legyen sárgán. Hogy? Jön a só, víz, berakok a parit, nagyon jól viselkedik minden. Utána só, a sót van ilyen Himalája só, ilyen, egy fekete só. Beraktunk a zöld babot, zöld borsot, és ez mindjárt már rizs is már benne van, még egy kis, meg van sózva minden, rakjunk hozzá egy kis vizet, és akkor összerakjunk a dállal, 5 perc múlva kész lesz. Akkor elmondom, hogy fő dolog, hogy itt van a mungdán. A mungdán, ami látjátok a videón majd a képeket, mert hogy néz ki a nyers dologba. És hát nem tudok mondani hány percet, de külön kell megfőzni ilyen edényben, szétfőjön egy kicsit. Nem kell beáztatni. Nem kell beáztatni, meg kell mosni. Jó, háromszor át kell mosni. Utána, amikor habzik, akkor a habzó kanállal leveszünk a habot, és még előtte, itt nézzünk ide kamerával, patlizsán ilyen feketére ki kell sütni, mert akkor finom a patlizsán. A többi más nincsen sült ebbe csak a patlizsán sült, és akkor majd mindjárt mutatjuk, amikor rakjuk össze a dolgokat. Akkor most ez már kész lesz mindjárt egy perc múlva, akkor berakjunk a dált. Persze, hát ez nem sok víz, mert az a jó, amikor egy kicsit leveskés az étel, akkor sokkal könnyebb emésztheti. Másképp befullad az emésztés, hogyha nagyon száraz, ilyen sűrű dolgok. Persze valaki testtípusoknak jobb így, de átlagban több embernek jobb, hogyha zaftos, olajos, ugye maga a gitában lehet olvasni, egy zaftos, olajos étel, az jóságban van. Friss terv, friss dolgokból süt föld. Akkor most rakjunk a fekete mágiát, a patlizsát. Berakjunk szépen, összekeverjünk, és utána felajánljunk az oltáron, hogy legyen karmamentes, lelki erővel rendelkező
rakjunk meg tejszínt. Úgy ez egy kicsit forr. Ugye lehet látni, hogy épp hogy kész van, még egy kicsi kell neki. De nem várjuk, hogy legyen átlátszó, mert akkor már túl puha lesz. Igen. Az a jó, hogy épp hogyha már nagyon akarna lenni átlátszó, akkor kik fogunk kapcsolni. És akkor a padlizsát minden is jön, mert most ott fel tesz szemben is megkülönni. Igen, persze. A padlizsát egyáltalán nem kell megpucolni. Ilyet nem kell megpucolni. És akkor vegán. Vegán tejszín van benne. Minden vegán. Zab tejszínt rakunk. És akkor a lényeg lesz, amikor valaki ezt már eszik, akkor itt most ki van facsarva, lehet látni a citromlé. És amikor már a tányoron van a kitri, akkor egy kicsit meg lehet lacsolni citromlé. És hogyha nem elég sós, akkor a fekete sóval meg lehet kicsit sózni utána. Mert most nem raktam túl sok sót, valamilyen sót raktam, hogy lehessen fekete sóval kiegészíteni. Jó, akkor 2 perc múlva fogunk ajánlani, hogy most egy kicsit. Ez a felajánlás tányírka, ugye Istennek felajánljuk a ételt, mert nagy szeretettel főztünk neki. Ú, de forró az alja. Kis paddizsán is legyen benne.